Nézzük most meg egy egyszerű 20x20-as Color Blockapix Color, azaz színes Blockapix megoldását. Ahogy azt mindig szoktuk tenni, az egyesek magyarázata az nem igényel semmilyen időt. És hát itt elég sok egyesünk van. Ez a hármas tud csak idejönni, és tovább így tudjuk befejezni. Ez a kettes csak lefele tud jönni. És akkor ezekben a helyekben itt egyedül ezt a 16-ost tudom elvinni már. Akkor őt már csak egyféleképpen tudjuk befejezni így. Ebbe a mezőbe már csak a kettest, az alatt a levő kettest tudom felvinni, ide pedig csak a 8-assal tudok, a 8-astól tudok bejutni, és akkor őt már csak így tudjuk befejezni. Ezt az egyest, ezt persze színezzük itt közben. Ezt is. Ide, nyilvánvalóan ebbe a mezőbe csak a 4-esből tudunk feljutni alulról. Viszont ebbe a mezőbe oldalról nem tudunk bejutni. Egyedül csak a alatta lövő 4-esből juthatunk be. Nézzük ezt a 8-ast itt. 2, 3, 4, ez már 5. mező. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy ide ebbe a mezőbe és ebbe a mezőbe honnan tudunk eljutni, akkor nyilvánvaló, hogy végig kell húznunk ezt a 8-ast, és akkor ezzel a 8-assal is végeztünk. Ez a 3-as csak fölfele mehet, végig ráadásul, innentől kezdve a 2-es csak jobbra mehet. Ebbe a mezőbe csak alulról tudunk bejutni a kettesből, ebbe pedig csak arról a kettesből. Ez a 4-es, ez csak 2x2-ként helyezhető el, ráadásul egyféleképpen tudjuk azt is csak megtenni egész pontosan így. Jöhetett ezzel a 6-ossal, 1, 2, 3, 4, ez csak 5 hosszúság itt. Tehát a 6-ost akkor 2x3-ként kell felrajzolnunk, és azt egyféleképpen így tudjuk megtenni. Ebből a mezőben már csak ebből a 2-esből tudok lejutni. Ebből a mezőbe pedig csak ebből a 2-esből tudok bejutni, ebből a mezőbe csak ebből a 2-esből, ezt a 4-est pedig csak így színezhetjük már. Ide csak a 2-esből tudok bejutni, ide pedig csak ebből a 3-asból nyilvánvalóan. Ez a 2-es már csak jobbra mehet. Ez a 8-as, mivel 1, 2, 3, 4, 5 mezőnk van erre, max 6, ezért rögtön kiesik a 6-os, mert akkor egyszer 6 kéne, hogy legyen. Ezért ez már csak 2x4-esként tudjuk fölvinni. De mivel fölfel nem haladhatunk 4-et, ezért ez csak vízszintesen lehet 2x4 így. Ebből a mezőbe most már csak az 5-ösből juthatunk be. Így fejezhetjük csak be. Hát ez a 4-es még elvihető vízszintesen is 1x4-ként, vagy pedig 2x2 lehet ő még. Egyelőre ezt elfüggesztjük. Vannak még ezek az 1-esek.
mezébe csak ebből a kettesből tudok bejutni. Ez a hármas csak így húzható. Ez is egyes, nincs vele gond. Ez a kettes csak fölfele vihető. Most nézzük meg ezt a 12-est, mi van ezzel. Egyszer 12 nyilvánvalóan nem lehet, hiszen 12 egyik irányba sincs. Kétszer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Az lehet. Meg lehet. Elvileg még 3-szor 4 is. Egyelőre akkor nem foglalkoznék. Viszont az látszik, hogy ezt a 6-ost, a 12-est, ezt ide nem húzhatjuk be, mert akkor ezt a 12-est egyszer 12-ként színezhetnénk csak. Ebből pedig az következik, hogy ide csak az alatta lévő 2-est vihetjük fel. Ebbe a mezőbe itt egyedül ezt az 5-öst vihetjük be. Erre már maximum egyet jöhetünk tovább, azzal is csak 3 volna, tehát akkor erre minimum 2-t beúszhatunk. Ezt a 4-est csak fölfele vihetjük, nincs vele gond. Ide ebbe a mezőbe a 3-asból nem jöhetünk le, csak a 2-esből föl. Ebben a mezőbe csak a 3-asból tudunk bejutni itt. Ez a 3-as csak vízszintesen vihető. Erre jobbra csak egyet tudjuk elvinni, tehát akkor balra minimum egyet el kell hoznunk, és akkor a 2-est, ezt a 2-est, ezt csak lefele vihetjük. Innentől kezdve nyilvánvaló, hogy az 5-ös csak erre fejezhetjük balra, így fejezhetjük be balra. A 6-os, ez a 6-os itt, ez nem lehet egyszer 6, nincs 6 üres mezőnk, sem vízszintesen, sem függőlegesen tőle. Tehát akkor ő 2x3 lesz, ami azt jelenti, hogy erre minimum egyet el kell vigyük, akkor ebből már látszik, hogy erre kell a 2-est, akkor felfele hoznunk, felfele, tehát 2, akkor vízszintesen kell, hogy legyen a 3-as. De még mindig nem tudjuk, hogy erre jobbra fejezzük be, vagy pedig balra fejezzük be. Ide ebbe a mezőbe viszont az nyilvánvaló, hogy csak ezt a 4-est vihetjük le. Így ezt a 3-ast már csak erre fejezhetjük be. Ebből a mezőbe csak az 5-öst hozhatjuk le így. Ebből a mezőbe csak ezt a 4-est hozhatjuk le. Ide viszont ebből a mezőbe fentről nem tudunk bejutni, és jobbról sem tudunk bejutni, tehát csak a 4-essel tudok oda bejutni, és akkor innentől kezdve a 2-es már csak lefele vihető. Ebből a mezőbe egyedül a 6-osból tudok bejutni, tehát akkor így kell beszíneznünk. Mi a helyzet ezzel a 28-assal? Ez 2x14 nyilvánvaló, hogy nem lehet, hiszen egyik irányba sincs tőle 14 szabad mezőnk. Tehát marad még a 4x7-es, mert 4x7-es lehetőségünk. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Fölfele viszont csak 6-ot tudjuk vinni. Miatt
az egyes miatt. Akkor nem tudnánk a négyet. Arra, illetve jobbra elhúzni. Hát akkor az a 28, már csak vízszintesen lehet a 7-es itt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ez pont meg is van a 7. Lefele nem tudjuk hozni, tehát felfele kell akkor vigyük, és akkor ezzel ezt a 28-ast is befejeztük. Ebből a mezőbe csak ezt a 3-ast hozhatjuk le. Ebből a mezőbe pedig csak ezt a 2-est hozhatjuk le. Ebből a sarokba egyedül ebből tudunk eljutni. Ebből a 12-esből. Őt jobbra nem vihetjük tovább, mert akkor már 5 hosszúságú volna ez a mező. Csak fölfele fejezhetjük őt be. Dehogy egyszer, hogy vigyük jobbra, bocsánat. Akkor ebből a mezőből már csak ebből a 3-asból tudunk bejutni. Ide már mindig el. A 8-asból nem mehetünk oda, mert ha a 8-asból mennénk, akkor annak egyszer 8-nak kell lenni, és az lehetetlen, hiszen vízszintesen itt 1, 2, 3, 4, 5 elemünk van csak. Tehát ebben a sarokban egyedül ebből a 4-esből mehetünk akkor. Ide csak ezt a 2-est hozhatjuk le. A 4-es, az minimum 2-t el, igen, 2-t el kell, hogy hozzuk így, balra. Hát, hogy végig kell vigyünk 4-nél, de még vihetjük föl egy egységgel, és akkor 2x2-ként rajzoltuk meg. Nézzük ezt a 8-ast itt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 helyünk van csak, tehát 1x8-ként őt nem vihetjük fel, csak 2x4-ként. Tehát vízszintesen el kell vigyük egyet jobbra, többet nem vihetjük, hogy 4 legyen, mert nincs annyi helyünk, csak 3. És akkor a 4 az már csak függőlegesen helyezkedhet el, viszont függőlegesen csak e szerint az egyféleképpen tudjuk őt felrakni. Ebben a sarokba nyilvánvalóan csak a 6-ost tudjuk behozni. És fölfele ebbe a két mezőbe, meg ebbe a kettőbe is, csak innen tudunk már bejutni. És akkor most már a 4-esen látszik, hogy őt így kell befejeznünk. Meg az is látszik, hogy ez a 20-as ide beszorult, ebbe a kis sarokba, hát ez az egy kitöltési lehetőségünk maradt ő neki. És ki is töltötte, kijött át a 20. Ezt a 8-ast itt nyilvánvaló, hogy el kell vigyük jobbra végig, hiszen mást ide nem vihetünk föl, és akkor őt már csak 1x8-ként vihetjük be, így. Ebben a sarokban már csak ezt a 2-est vihetjük. Ez a 3-as ide, ebben az évben nem tud bejutni, csak a 2-es. Mi a helyzet ezzel az 5-össel? Hát ő még mindig kétféleképpen rajzolható be, vagy vízszintesen, vagy függőlegesen egyszer-ötként. Mi a helyzet ezzel a 12-essel? Ez lehet 2x6. Azt rögtön ki kell, hogy zárjuk, mert 6 mezőnk sem vízszintesen, sem függőlegesen nincs, csak 4 mezőnk van. Illetve lehet még, akkor a 3x4 a másik. Függőlegesen van 4 helyünk, vízszintesen is van 4 helyünk. Tehát ezt még egy kicsit felfüggesztjük.
ötös. Igen, az ötöst tudjuk csak felhozni ebbe a mezőbe itt. Nem ötös, ez hatos. Azt viszont még nem tudjuk, hogy ő kétszer hármas lesz, vagy pedig egyszer hatos lesz. Csak próbáljuk meg ezt a 12-es tovább forszírozni. Az biztos, hogy 3x3 az már felrajzolható belőle. Illetve 2x2, ez már biztos itt. Akkor befejezhetjük nagyon sokféleképpen. Például fölvisszük egy egységgel. Meg levisszük egy egységgel, és elvisszük jobbra egy egységgel. De befejezhetjük úgy is, hogy elvisszük balra egy egységgel, meg jobbra egy egységgel, és fölvisszük. Ezért színezhetjük csak ezt a 2x2-es mezőt itt be. Mi a helyzet ezzel a 9-essel? Hát ő csak egyszer 9 lehet. Viszont itt van még 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ez pont 9 mező. Jaj, de jó, akkor azt jelenti, hogy csak egyféleképpen fejezhetjük be, az pedig így fog kinézni. És ez fogja itt a tovább haladásunkat megkönnyíteni igazándiból, mert ez a kettes már csak jobbra vihető, ebbe a sarokba már csak ezt a kettest tudom behozni itt. Ide már csak ezt a hatost tudom elhozni. Ide már csak ebből az alsó hármasból tudok feljutni. Ebbe a mezőbe csak az alatta levő hármasból tudok feljutni. Ez a hatos már csak egyféleképpen fejezhető be így. Ez jó, ez a rész itt. Meg szintén jónak tűnik ez a rész is itt a 12 miatt, mert ennek a 12-nek sok osztója van. Az biztos, hogy ezt a 4-est, ezt minimum egy egységgel fel tudjuk vinni. És akkor ezt kétféleképpen fejezhetjük be, elvisszük jobbra egy egységgel. 2x2 legyen, vagy elvisszük fölfele 2 egységgel, hogy 1x4 legyen. Az viszont biztos, hogy ezt a 12-es le kell, hogy hozzuk legalább egy egységgel. Sőt, még egy egységgel le kell, hogy hozzuk. És akkor még ebből mindig látszik, hogy 2x3-ként fejez, vagy 2x6-ként fejezhetjük őt be, vagy 3x4-ként valahol, valamelyik irányból 3-os. Mi a helyzet ezzel a 4-essel? Hát ez mindig befejezhető sokféleképpen sajnos. Felvihetjük 1x4-ként, akkor le is jöhet. Vagy 2x2-ként hozhatjuk el erre. Egy biztos ebből, hogy fölfele minimum 1-et fel kell, hogy vigyük. És ezt vagy jobbra, vagy balra visszük egy egységgel, vagy pedig ezt a 2-től 4-estől haladunk lefelé 2 egységgel még.
Ide, ebbe a mezőbe honnan tudunk eljutni, az a kérdés. A hármasból alulról felfelé el tudunk jutni, a nyilvánvaló. Ezt nem vihetjük oda be, mert ez a kettes, a kiszínezett kettes nem engedi oda be bevinni tovább. Ebből az ötösből nyilvánvaló, hogy nem tudok oda jutni, tehát csak alulról a hármasból tudok oda bejutni, és akkor ezt a kettes már csak lefele hozhatom. Ide, most már csak ebbe az ötösbe juthatok be, és akkor itt így kell befejeznünk. És akkor most már ettől kezdve nyilvánvaló, hogy ezt a 12-est pedig már csak így tudjuk befejezni. És jöjjünk vissza még ebbe a részbe itt. Ő még mindig lehet 3x4, vagy 2x6. A 2x6 az biztos viszont, hogy ha lehozzuk idáig a végéig, akkor csak jobbra fejezhetjük. Viszont 3x4 lesz, akkor is el kell, hogy haladjunk innen, ettől a mezőtől, minimum egyet jobbra. Viszont az látszik most már ebből, hogy ebből a mezőbe, itt egyedül csak ebből az ötösből tudok feljutni. Azt a 4-est csak ide, lefelé húzhatjuk. Ezt az 5-öst már csak fölfelé vihetjük, akkor. Akkor ezt a 4-est szintén csak fölfelé, ezt a 2-est csak lefelé, és akkor ez a 12-es, ez valójában most már látszik, hogy csak így fejezhető be egyedül. Hallottuk ezt a color block a fixet, így néz ki ennek a megoldása kicsiben. Erről gyönyörűen látszik, hogy ez egy házikó, amelynek a kéménye még füstöleg is. Nagyon szép.